Hali papi, mami, ma a mixek kedvelőinek szeretnék kedveskedni, illetve azoknak, akik szeretnének különböző mixekkel próbálkozni. Elsősorban Alphacare márkára vannak optimalizálva a következő mixek, azonban nyugodtan lehet próbálkozni bármilyen márkával. Az eredményeket pedig írjátok majd le ide kommentben, mert kíváncsian várjuk. Az első dohány mix azoknak kedvez, akik nagyon szeretik a tejszínes, kókuszos dolgokat. 25% fahéj, 50% vanília és 25% kókusz keverékeként kell összeálljon. Akik kedvelik a citrusos mixeket, viszont vágynak mellé egy pici édesre, azoknak iszonyatosan fog ízleni a következő mix. 40% citrommenta, 40% méz és 20% mentakrém. Egy igazi tejszínes, mentás, citrusos és picit édeskés ízt fogunk kapni. A következő mix inkább egy kicsit süteményre fog emlékeztetni. 25% alma, fahéj, méz és vanília. Egy igazán különleges mix. Azoknak, akik nem tudják elszívni maga az eper ízt, mint például én, azok nyugodtan próbálkozhatnak a következő mixel. 25% vanília és 75% eper. Ezzel tudjuk egy kicsit krémesebbé tenni, illetve vaníliás ízt adni az epernek. Ez a mix egy igazi ízrobbanás, citrus íztől kezdve, ugye a bogyós gyümölcsöken át mindenféle van benne. 15% citrom, ami egy kis citrusos ízt ad neki, 35% dinnye és 50% szeder. Egy igazán édes, savanyú és citromos ízt kapunk. A következő még szintén egy kicsit a süteményre emlékeztet, ugyanis áfonya és csokoládé fele-fele arányban egy rendkívül finom, kicsit süteményre emlékeztető ízt kapunk. A következő mixben a krémes szőlőmenta dominál, és emellett van még benne egy kis eper és egy grapefruit, 15% grapefruit, 35% vanília, 15% eper és 35% szőlőmenta. Szerintem sokan emlékeztek, hogy milyen nagy sikere volt a vaníliás kólának, amikor először megjelent. Nos, ezt ugyanúgy tudjuk utánozni dohányban is, 25% vanília, illetve 75% kóla teljes mértékben visszaadja a vaníliás kóla ízt. Egy igazán különleges mixről van szó, akik kísérletezni szeretnének ezekkel az ízekkel, mindenképp próbálják ki. Ezek már önmagukban is elég különleges ízek, 25% rózsa, 25% jázmin és 50% citrommenta, ami egy kis citrusos utóízt ad az egésznek. Akik nem kedvelték a gránátalmát különösképpen, azok nyugodtan próbálhatják ezt a mixet, ezzel feldobni a gránátalma ízt és barátkozni vele. 50% narancskrémmel, 30% áfonya és 20% gránátalma. Az általam hozott mixeket úgy tudjátok elkészíteni, hogy a megadott dohányokból azt a bizonyos százalékot, amit leírtam, szépen belehelyezitek a kerámiába. Nagyon fontos, hogy ez a kerámia méretéhez mérten legyen, mondjuk 100%, tehát hogyha fele-fele, akkor nyilván a ti kerámiátokhoz mérten felezd el a benne lévő dohányt, és úgy számold a százalékot. Van, aki összekeveri a dohányokat, azonban szerintem a legjobb módszer az, hogyha szépen egymás mellé helyezed, és így látod, hogy miből mennyit teszel bele. Köszönöm, hogy velem tartottatok, kommentbe írjátok meg, hogy ti milyen mixeket szerettek, illetve próbáltatok. Bőfüstöt mindenkinek, Hali papi, mami. Ha szívesen látnád dohányod tesztben, vagy akár támogatnád a videókat dohánnyal, vagy egyéb dologgal, pénzt nem fogadunk el, a következő címre várjuk. 1631 Budapest, Sashalom 1-es posta, Podmanicki István, postán maradó küldeményként ad fel. Üzenetben jelezd, ha feladtad, valamint hogy neved, bemondhatjuk-e a videóban. Köszönjük és bőfüstöt! Csatlakozz Facebook oldalunkhoz, képek, tippek, trükkök és legyél napra kész minden videóról.